Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Latman Tamás, nemzetközi jogász, egyetemi docens. Jó reggelt, szép jó reggelt kívánok, és akkor kezdjük is a háborunkat. Nemzetközi jog tekintetében mit jelent az észak-koreai katonák megjelenése, nem megerősített hírek szerint az orosz hadseregben? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha ez tényszerűen valóban így van, akkor az a kérdés, amit föl kell tenni mindenkinek, ezek a katonák úgy maguktól, úgymond hobbiként, vagy szórakozásból, vagy szabadságon vannak, és szabadságuk alatt nem volt jobb dolguk, mint Oroszországban szolgálni, vagy pedig hivatalosan. Észak-Koreából. Nagyon valószínűleg igen. Vagy pedig hivatalosan, mint észak-koreai fegyveres erők tagjai vesznek részt a műveletekben. Amennyiben igen, akkor jogilag ez azt jelenti, hogy formálisan Észak-Koreával szemben is jogos védelmi helyzetbe kerül Ukrajna. Nyilván nem valószínű, hogy ukrán katonai műveletek... Ez a hadüzenetnek egyik formája? Ugye a hadüzenetet, mint olyat, azt a nemzetközi jog, azt legkésőbb a II. Világháború vége óta azt eltörölte. Tehát ez így formálisan már nem szabad hadüzenetet tenni. Nincsen hadüzenet már a nemzetközi jogban, de hatását tekintve ez ugyanolyan, mintha formálisan bejelentenének egy hadiállapotot, ami nyilván nagyon valószínűtlen, hogy ukrán katonai műveleteket látunk Észak-Koreában majd, vagy Észak-Korea ellen, de elméletben ugye megnyitja azt a lehetőséget, hogy Ukrajna a jogos védelmi helyzetben, vagy védelmi helyzetben eljárva, akár mondjuk észak-koreai tulajdon, befolyás, vagyontárgyak, bármivel szemben is valamiféle ellenségeskedéseket folytasson. Tehát eszkalálja a konfliktust, hogyha ez ténylegesen ezek a katonák, mint észak-koreai katonák vesznek részt ebbe a műveletbe. Na de napjainkban ahhoz, hogy egy hadműveletben részt vegyek, nem kell, hogy fizikailag ott legyek. Tehát Észak-Koreának a beszámolók szerint olyan felszerelései vannak, olyan felszerelések know-how-i birtokában vannak és gyártják őket, amikkel otthonról lehet a harctérre belőni. Igen, most jelenleg az, hogy ki mit gyárt, meg mit kereskedik, árul, forgalmaz, azon keresztül járul hozzá valakinek a háborús erőfeszítéseihez, azért a kialakult gyakorlat szerint őt még nem teszi részesévé a konfliktusnak. Amennyiben a saját katonai erejének tagjai, képviselői ott vannak, és effektív részt vesznek a konfliktusba, az már igen. Mit tud a nemzetközi jog ez esetben tenni a két országgal szemben? Oroszország és Észak-Koreával szemben? Amennyiben a hír igaz. Maga a nemzetközi jog nem sok mindent, annyit, hogy megállapítja azt, amit az előbb mondtam, állítást tettem, hogy innentől kezdve akkor Ukrajna jogos védelmi helyzetben akár Ukrajnával szemben is teljesen jogszerűen alkalmazhat valamiféle erőt, ami a konfliktus eszkalációja épp elég problémát jelent egy állam számára. Halkan jegyzem meg, hogy egyébként Észak-Korea, hogyha hivatalosan részt vesz, támogatja saját eszközeivel, belérte ebbe a katonákat is, Oroszország agressziós háborúját, akkor saját maga is az agressziós cselekmény elkövetőjévé válik. Tehát nemzetközi jogi értelemben, hát ennek minden ódiumával az érintett államnak számolnia kell. Úgy szintén nem megerősített hírek szerint az Amerikai Egyesült Államok több bázisán a katonák készültségben vannak az orosz-ukrán háború véget. Amennyiben NATO beavatkozásra kerülne sor, és Oroszország valamilyen formában valamely NATO tagállamot megtámadna, akkor ők azonnal hadra készek. Hogy kell ezt érteni? Van némi félreértés a NATO kölcsönös közös védelmi struktúrája tekintetében, ami Magyarországon mind a politikai kommunikációban, mind pedig egyes szakértőknél is gyakran megjelenik. A kölcsönös védelmi klauzula, a washingtoni szerződés 5. cikke, sokféleképpen lehet alkalmazni. Ez nem azt jelenti, hogy egy NATO tagállam elleni fegyveres támadásra azonnal az összes többi NATO tagállam úgy kell, hogy reagáljon, hogy rögtön ők is háborúba állnak. Az 5. cikkben foglalt kitétel
mely szerint az egyik részes államot érő támadást az összes részes állam saját maga ellen irányuló támadásként értelmez. Az igazából arról szól, és azért lett 1949-ben berakva a washingtoni szerződésbe, hogy ezzel az 1945-ben létrehozott ENSZ alapokmányába foglalt jogos védelmi helyzetet töltsék ki tartalommal, de ugyanez a washingtoni egyezmény tisztázza, és ebben a bekezdésben, ebben a cikkben is ott van az a kifejezés, hogy az érintett állammal és egymással egyetértésben döntenek az államok, hogy milyen közös védelmi cselekvést hajtanak végre, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy az Észak-Atlanti Tanácsban ilyenkor el kell dönteni, hogy mi történik. Mi van akkor, hogyha az érintett, megtámadott állam közli, hogy aranyosak vagytok, de nem kell a segítségetek? Lehet ilyet. Szeptember 11-e után ez történt? Konkrétan. Jöttek az európai államok, hogy nagyon szeretnénk segíteni az Egyesült Államoknak, aki azt mondta, hogy kösz, nem kell. Na most akkor mi van? Valami nagyon érdekes, hasonló, ezért szakítom meg, volt ugye egy tegnapi telefonbeszélgetés a volt amerikai elnök és Netanyahu, az izraeli elnök között, miniszterelnök között. Amennyiben azt mondta, hogy nagyon fontos számunkra az amerikai segítség, minden nagyon fontos, de nemzeti érdekeinket majd mi döntjük el, és ezt továbbra is fenntartjuk. Igen, tehát alapvetően az, hogy egy állam védelmi, jogos védelmi helyzetben van, ezt főszabály szerint az adott állam mondja meg, hogy mikor érzi magát abban lenni, és azt is az ő döntése, hogy a védelmi helyzetében milyen cselekvéseket lát megfelelőnek. Lehet ezen vitatkozni, és politikai vitákat nyitni erről, és szerintem jó is, hogyha ez megtörténik, mert ez mind érdekes kérdéseket vet fel. Mi van akkor, hogyha egy NATO tagállam kéri a segítséget, de a többi tagállam azt mondja, hogy ha álladjál már, ez nem komoly. Volt ilyen, akkor Észtországot átfogó kibertámadás érte pár évvel ezelőtt Oroszország részéről. Észtország mondta, hogy ja Isten, segítsetek, a NATO meg így hablatyolt, hogy hát ez nem fegyveres támadás. Nem akartak közvetlen konfliktusba keveredni Oroszországgal. Tehát a NATO rendszerében nincs olyan automatizmus, amit egy páran látnak benne, és nyilván Ukrajna, Izrael, egyéb államok esetében az erős politikai szövetség mellett nincs NATO tagság, tehát még ez sincsen ebben a formában. De a NATO államok esetében, a NATO együttműködés, a NATO közös védelem esetében, aminek visszatartó ereje van, és Oroszország is ezzel nyilván kalkulál, az, hogy nem feltétlenül biztos, hogy egy automatikus közös védekezés megindul, de a lehetősége ott van, és ezzel kalkulálni kell. És ez politika, ez nem jog. Nagyon sok minden, amiről beszélünk az erő alkalmazása kapcsán, még a nemzetközi jogban is, az sajnos csak politika. Nemrégen beszélgettem önnel a kék sisakosokról, a UNIFIL-ről, és váratlan extra segítséget kaptam az izraeli közszolgálati televízió. Tegnap előtt este meginterjú volta az olasz légierő volt parancsnokát, egy nagyon érdekes generálist, aki a következőket mondta, alátámasztotta az én kérdésemet, és ellenszegült az ön kérdésének. Azt mondja, 1858 jelzést adtak le a UNIFIL katonái Dél-Libanonból, illetve az elválasztó sávból a New Yorki központnak, az ENSZ-nek, és az ENSZ intett nagyokat, és azt mondta, hogy nem érdekes. Tehát akkor, amikor az a kérdés merült föl, hogy csak elfordulnak-e, ők azt állítják, hogy ők nem fordulnak el, azt állítja, és az események birtokában van, mert több alkalommal közreműködött, úgyis, mint az olasz légierő parancsnoka és egyéb találkozókon, és azt mondta, hogy például ezek a rendfenntartó, vagy békefenntartó, vagy tűzszünetet biztosító kéksisakosok magánterületre nem léphetnek be. Tehát az annyit jelent, hogy a határ mentén itt van egy kis kertje valakinek, az már magánterület, és akkor is, ha oda betettek valamit, és onnét lőttek, akkor ők az elmúlt 8 hónap alatt 1858 alkalommal figyelmeztették a New Yorki központot,
hogy itt tenni kell valamit, és azok nem tettek semmit. Ja, alapvetően a békefenntartó műveleteknél általában is, de ebben a helyzetben is. Az a legkomolyabb probléma, és ennek minden gyakorlati megjelenését most is látjuk ebben ennek a műveletnek a során. A békefenntartó műveletek az érintett államok együttműködésével, hozzájárulásával történnek. Hogyha itt bárki az adott konfliktus vagy helyzet szereplői közül bármilyen oknál fogva úgy dönt, hogy ennek az együttműködésnek a kereteit a továbbiakban bármilyen oknál fogva nem kívánja betartani, akkor onnantól kezdve az adott békefenntartó misszió majdhogy nem ellehetetlenül. Most itt, amikor maga, például Izrael úgy látja, hogy a önvédelme keretében, meg a saját békéje biztosítása érdekében arra van szüksége, hogy bevonuljon az adott területre. Most hagyjuk, hogy ezzel egyetértünk, nem értünk egyet, lényegtelen. Ha egy állam úgy dönt, akkor onnantól kezdve az a békefenntartó misszió, ami ott volt előtte, vagy ott van, hát majd, hogy nem teljesen értelmetlenné válik. De a békefenntartó missziók ráadásul, hogy az operatív irányításuk az gyakran úgy New Yorkban, hogy az ENSZ központjában történik, hogy ott fogalma sincsen senkinek. Csak most megszakítom egy pillanatra, mégpedig azért, mert konkrétan kérdésre válaszolva azt mondta, igen, az ENSZ főtitkára felelős ennek a működésért, és személyesen őt kell a közgyűlésnek számon kérni. Igen, és ha megnézzük a történelmet, az elmúlt 20-30 év történelmét, csak hogy távolabbra nem menjünk, hát nagyon sok olyan ismerté vált helyzet ott. Elég, hogyha a szrebrenicai népirtásra gondolunk, ahol az ENSZ békefenntartók, akik egy mandátum birtokában voltak ott, elnézést az erős kifejezésért, de mindenki ott hagyta őket megrohadni. Majd utána az adott állam, Hollandiáról beszélek, az adott állam politikái és politikusai is utána ezekbe az emberekbe törölte bele a lábukat. Miközben hosszú időn keresztül ott hagyták őket megrohadni, se operatív, se katonai, se semmi támogatást nem kaptak. Tőlük várt el az egész világ, meg a politikusok a csodát, hogy ott majd 200-an oldják meg, hogy éppen 20 000 szerb ki akar nyírni 15 000 bosnyákat. Tehát ezek a békefenntartó műveletek azzal, hogy egy kötött mandátumban működnek, és a katonákat leteszik egy kezelhetetlen helyzetbe, majd utána mindenki vonogatja a vállát, hogy ja Isten, hát nem tudunk mit csinálni, hát majd szólunk valakinek, hogy szóljon valakinek. Ez azt hiszem, hogy ezek nagyon világosan rámutatnak arra, hogy ezek a műveletek ebben a formában, ha igazán éles konfliktus se alakul ki körülöttük, akkor működésképtelenek, és akkor lehet azon vitatkozni, hogy most milyen kiskertbe mehet be az ENSZ békefenntartó, milyenben nem. Semmilyenben nem mehet be, mert nincs rá mandátuma. De világos, egész... de tulajdonképpen a közgyűlésnek joga van azt mondani az ENSZ főtitkárnak, hogy figyú, ez sem láttál le, menj a fenébe. Ez a legszebb az egész, hogy az ENSZ közgyűlésnek ilyen jellegű nemzetközi jogban, ilyen jellegű jogosítványai nincsenek. Tehát az ENSZ közgyűlés nem alkothat kötelező határozatot a biztonsági tanácsnak. A biztonsági tanács visszahívhatja az ENSZ főtitkárt? Az ENSZ főtitkárt visszahívni nem lehet így ebben a formában, de ez nem is feltétlenül az ENSZ főtitkárának a hibája. Az ENSZ főtitkárának az ENSZ alapokmánya alapján operatív irányítási meg parancskiadási joga nincsen. Az ENSZ főtitkárának az a dolga, hogy, bocsánat, ezt mondtam már egyszer a televízióban, és talán lekaptak a 10 körmömről sokan, de az ENSZ főtitkárának az a dolga, hogy az ENSZ különböző testületeinek a találkozói mindenhol legyen az asztalon víz meg pogácsa. Tehát az ENSZ főtitkár egy adminisztratív vezető. Akkor miért kell az 1858 jelentést elküldeni oda, hogy tudjanak róla? Mert jelenleg nincs máshova el lehetne küldeni. Tehát alapvetően az ilyen operatív irányítás, meg aki kötelezően döntést hozhat, az a biztonsági tanács. Most azt, hogy az ENSZ főtitkár részt vesz a biztonsági tanács ülésein, és akkor ott meg tudja mondani a BT-nek, hogy kedves kollégák, valamit marhára kéne csinálni. Ezek a problémák mind arra mutatnak rá sajnos, hogy nagyon komoly operatív, szervezési és egyéb problémák vannak az ENSZ szintjén általában. Aminek az a tragédiája, hogy mindig azokon a katonákon csattan aztán az ostora végén, aki ott van a terepen, és az érintett, konfliktusokban érintett államok és politikai szereplők persze gátlástalanul ki visszajönnek ezekkel a helyzetekkel. Már egyik lábáról a másikra lép dr. Gyarmati István volt, nagykövet biztonságpolitikai szakértő, úgyhogy az atlantizmusról ezek után a kérdéseket már neki teszem föl. Köszönöm, hogy itt köszönöm volt, szépen. És mielőbb visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában
dr. Latman Tamás nemzetközi jogászt, egyetemi docens látták és hallották. Akkor következik most Gyarmati István, nagykövet, biztonságpolitikai szakértő. Tartsanak velünk!